Sűrű köd és zord idő fogadta a Lemhény melletti gyepártetőn azokat a háromszékieket, akik emléktúrára gyülekeztek. Tromitás, sorakozót! Az ezer éves határ egyik legkeletibb pontján, ahová a trianoni centenárium jegyében nemrég állítottak nagyméretű székelyzászlót és keresztet, a kürt szó most azokat hívja, akik a vitézi rend megalakulásának 100. évfordulójára emlékeznek. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország föltámadásában. Amen. Az éppen 100 éve Horthy Miklós kormányzó alapította vitézi rend hitvallását követő kései utódok immár korántsem a világháborúkban szerzett érdemeik okán, sokkal inkább a helytállás, a szülőföldön maradás jegyében fejtik ki tevékenységüket. 1000 évnél is több, hogy őrzői vagyunk ezeknek a tájaknak, és maradunk is magyarként erős hitben és acél akarattal. Így hangzott Vitéz Németh Sándor, háromszéki törzs vezető székkapitány üzenete, akit a koronavírus járvány miatti karantén akadályozott meg, hogy személyesen köszöntse az egybegyűlteket. Ám a háromszéki törzs tagjai így is meglepetéssel szolgáltak, hiszen itt adták át a Magyarországért szolgálat bátorság érdemkereszt kitüntetéseket. Kötelességünk az, hogy a nemzetért tegyünk, az, hogy kiálljunk bármilyen helyzetben, és nem csak a zászlót hordozzuk, mert az egy jelkép, ami itt jelen esetben a gyepártetőn azt jelenti és azt üzeni az ellenünkre törőknek, hogy eddig és ne tovább. Nem csak ennyit kell tenni, hanem szívünkben és lelkünkben kell hordoznunk mindazt, amit őseink ránk bíztak. A trianoni kereszt megkoszorúzása után az emléktúra résztvevői terepjárókkal indultak a Kishavasra, a gyalogos szakasz kiindulási pontjára. Az elmúlt 100 év sokszor állította erőpróba elé az első világháborúban szerzett katonai érdemeik okán vitézzé avatottakat. Az 1920-as alapítás után 25 évvel, 1945-ben a vitézi rendet betiltották, 1947-ben pedig törvény erejével is betiltották a rangok és címek használatát, így a vitézi előnevet sem lehetett az azt követő évtizedekben használni. A vitézi rend tagjait gyakran meghurcolták, kitelepítették. A rendszerváltás után nem csak Magyarországon, hanem az elcsatolt területeken, így Erdélyben is alakultak törzskapitányságok. A vitézi rendben jelenleg az kerülhet be, akit a tagság közül valaki javasol, és példát mutat becsületből és magyar helytállásból. A Kishavason még állnak annak a csendőrlaktanyának a romjai, amely a trianoni döntésig az 1000 éves határ védelmét szolgálta. Így a résztvevőknek alkalom nyílik betekinteni az egykori határőrök életébe. A csapat az 1000 éves határ mentén 10 kilométer után a történelmi Magyarország legkeletibb településére, Sósmezőre érkezett. Az elhagyott katolikus temetőt német katonai emlékmű őrzi, amelynek felirata a katonai helytállás tömör megfogalmazása. Halálukig hűségesek voltak. Ezzel a turával szerettük volna lárulni tiszteletünket azon emberek előtt, akik valamikor a vitézi rendet alapítottak, és akik ténylegesen rászolgáltak erre a címre, nem öröklés, hanem kiérdemlés által. Ez már Lemhény, ahol az emléktúra résztvevői és több helyi érdeklődő, két lelkes gyűjtő katonai relikviákat bemutató kis múzeumát látogatja meg. Bene Zoltán és Bíró Attila az egykori frontvonalat a környék nagy ütközeteinek helyszínét járva, és egykori katonákat, valamint leszármazottaikat felkeresve gyűjtötte össze a maga nemében egyedülálló tárlat anyagát. Most a Rónán nyár tüzében ring a déli báb. A katonadalok hangulatában a résztvevők gondolatban már a következő emléktúrára készülnek. A felső háromszéki esemény ugyanis csupán nyitánya volt egy sorozatnak, amely a Csík és Gyergyószék határán fekvő egyeskőnél, majd a Kelemenhavasokban Istenszékénél folytatódik. Ezred évről mond mesét a szél.